Az endotoxinok kutatása nagyon fontos, ugyanis az endotoxinok bakteriális eredetű vegyületek, és hatással vannak az immunrendszerre. Ez azt jelenti, hogy lehetnek jótékony hatással, tehát immunstimulánsok, de nagy dózisban akár gyulladásos folyamatokat is beindíthatnak, szeptikus sokkot idézhetnek elő, és akár a beteg halálát is okozhatják. Ahhoz, hogy az endotoxinok szervezetre gyakorolt hatását megértsük, ehhez fontos a kémiai szerkezet felderítése. Én az endotoxinok szerkezet felderítésével foglalkozom, és ehhez dolgozunk ki különböző nagyműszeres módszereket. Az endotoxinokkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy ezek kémiailag lipopoliszaharidok, tehát állnak egy lipid és egy poliszaharid részből. Ez azt a problémát veti fel, hogy sem szerves oldószerekben, sem vízben nem oldódnak, valamint nehéz őket láthatóvá tenni a különböző nagyműszeres technikákkal. Eredményeink közé tartozik, hogy sikerült nekünk elsőként olyan új módszereket kidolgozni, amellyel láthatóvá tudtuk tenni az endotoxinokat. Ezek közé tartozik egy mikrochip eljárás és egy kapilláris elektroforézis módszer. Megpróbálkoztunk még a tömegspektrometriával is, hiszen ez napjaink egyik leghatékonyabb szerkezetvizsgáló módszere, és talán ez tűnik a legizgalmasabb feladatnak számunkra. Ezzel lehetővé vált akár néhány baktérium telepből is kimutatni az endotoxinokat és a szerkezetüket. Számomra ez a kutatás azért fontos, mert nagyon izgalmasnak tartom, hogy amit mi itt a természettudományi karon végzünk, kutató munkát, az szoros együttműködésben tehetjük meg az orvostudományi karon dolgozó szakemberekkel, és ez azt jelenti, hogy komoly orvostudományi vonzata is lehet a mi kutatásainknak, és ez számomra egy örömteli dolog, és nagyon hasznosnak gondolom.